Varsói Károly útmezővásárhelyi látogatott, és ez már nem is az első alkalom. Aki nem tudná, hogy mi ennek az apropója, most így képpel is, hanggal is légy szíves, áruld el. Néhány nappal ezelőtt a Cserényi Csabocskó Csabával beszélgetésünk hosszú előkészítő munka után a Oxygen Vásárhelynek a csapatát a Budapesti Honvédhoz igazoltuk, jó néhány srácot és lányt, és már előtte is, illetve azóta szinte heti rendszerességgel itt megjelenünk, illetve megjelenek a kis csapatommal, és egy közös edzés erejéig igyekszünk segíteni egymást ilyen szempontból is, illetve már több versenyen is együtt részt vettünk, nagyon sikeresek ugye a hét fiatalok, úgyhogy ennek az apropóján vagyunk ismét, hogy egy jó kis közös edzéssel, szakmai edzéssel próbáljuk egy kicsit a fejlődést tovább tanítani. Borzasztóan pozitívok a meglátásaim, nagyon lelkes, nagyon szorgalmas a csapat. Én úgy gondolom, hogy a versenyeken, amiken eddig részt vettünk, nagyon jól teljesítettek. Az edzések, illetve a szakmai munka miben más, amit ti le tudtok hozni Módmezővásárhelyre, mint a budapesti, hiszen most már azok kapnak kiszedítőt. Olyan túl nagy változatosság nincsen itt a partnerek, amik esetleg hogy az én csapatom egy picit új impulzusokat tud adni a srácoknak. Néhány olyan feladat van, amit ők nem szoktak gyakorolni, mi viszont szoktuk, ezeket próbálom nekik majd megmutatni, de nagyjából így a szakmai irányvonal, meg a felfogásunk, árszpolitikánk, ilyeneket is tudok. Így a Tóth Zsoltival, meg a Csabival azért az majdnem ugyanaz, úgyhogy egy szellemi síkon mozgunk, úgyhogy ugyanaz a célunk, nagyjából ugyanúgy szeretném megvalósítani, én bízom benne, hogy sikerülni fog. Még nincs vége a járványnak, de most már talán látjuk a végét. Az elmúlt év az elég most dolgot gondolom az ő számára is. Milyen tervekkel, elképzelésekkel, reményekkel vágtok neki az idénynek? Ugyanez már elkezdődött versenyek szintjén. Azok, hogy sikerültek, illetve mi vár még rátok? Hát sok verseny sajnos még nem volt, tehát ez a Covid meg a lezárásos időszak azért itt az első fél évet is nagyon megtépázta. 2-3 versenyünk volt, illetve jó sok közös edzésünk és kesztyűzésünk, amivel szeretnénk, illetve szerettük volna a gyerekeket egy kicsit úgymond tűzbe tartani, illetve a lelkesedésüket és a motivációkat fenntartani. Az elkövetkezendő nagy feladatok ugye most a Bornemisza nemzetközi körlívó emlékverseny lesz, rá néhány hétre van a Diákolimpia, ami serdül, illetve junior korosztályban, fiúk, lányok természetesen. Aztán jönnek a nyári programok, remélem, hogy elindul a versenyrendezési kedv az ökölívó társadalomba, és több 2-3 napos, vagy akár 4 napos versenyeket is fognak majd rendezni. Illetve jönnek az évvégi magyar bajnokságok kötelezően, és természetesen akkor így beszúrva, és nem utolsó sorban ugye a felnőtt, a ifi junior, illetve a serdülő válogatottnak lesz Európa bajnoksága, illetve az U22-nek is az év folyamán. Ha nem haragszom, most így a hónapokat így fejből hirtelen nem fogom elmondani. Nagyjából menne, de lehet, hogy hibáznék, ezt már nem szeretnék. Úgyhogy hál' Istennek feladat van, anyag van hozzá, a lelkesedésünk, szorgalmunk, mint nekünk vezetőknek, edzőknek megvan. Megyünk előre. Mivel lennél elégedett? Mi lenne az a legszebb álom, ami teljesül Honvéd és operálva Boxing Gym társaságával? Megint csak nem fogok konkrét dolgot mondani, mert hallják és semmifelé plusz terhet nem akarok rájuk tenni. Én úgy gondolom, hogy ez az fejlődésű ütem, amiben ők benne vannak, és ez a lelkesedés szorgalom megmarad, akkor azokkal mind elégedettek leszünk, hogyha ezt eredményre is fogjuk majd váltani. Itt mindenki hosszú távon gondolkodik, tehát több évre előre gondolkodunk, hogy majd a felnőttök hívók majd olyan eredményt érjenek el, amit mi most elterveztünk. Tehát ugye az út hosszú, mi nagyjából kijelöltük, meglátjuk, hogy merre szeretnénk menni. Nekünk csak az a feladatunk, hogy terelgessük a gyerekeket, akik meg az, hogy itt legyenek edzésen minden nap. Korábban nyilatkoztat, hogy a Honvédnak egy kivételes infrastruktúrája van az ökölülás terén is. Néhány vásárhelyi sportoló ezt már megízlelhetően tapasztalhatta, többiek is fogják látni? Én bízom benne, hogy lesz rá lehetőségünk. Ha ezen a nyáron nem is, illetve nyár elején, mert rengeteg felújítás, fejlesztés és mindenféle olyan beruházás fog elindulni most a nyáron, hogy szét lesz kapva a fél sporttelep,
Tehát még nekem, mint a körülívó teremben, aki ugye ott tevékenykedik is, nehézkes lesz megoldani a napi szinti edzést, lehet, hogy lesznek olyan hetek vagy napok, amikor be kell kéreckednem egy másik egyesületbe, vagy ha jövünk ide edzőtáborozni. Egyébként, de év végén, illetve ősszel a magyar bajnokság előtt mindenféleképpen szeretném majd azokat a speciális korosztályokat, amikor nagy verseny lesz előtte, fölvinni a budapesti terembe, és egy picit új impulzust adni nekik, hogy ők életet legyen.